politikában a legdurvább szerintem az őszintétlenség, tehát a kommunikációnak az őszintétlensége. Tehát, hogy már nem egyszerűen arról van szó, hogy a sorok között kell, vagy a szavak mögé kell nézned, hanem hogy még a mögé is legalább két grádicsal mögé kell jutnod, hogy egyáltalán az igazság közelébe érjél. Én hiszem azt, hogy akár ebben az elnök választási kampányban is az emberek leginkább a történetekéken keresztül ismerhetők meg. És az én nagy történetem, az én életem nagy története az a rendszerváltás. Tehát 1989-90, ahol én megcsináltam először az első 56 utáni diáksztrájkot, amiből aztán lett a mai Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az elődje. Tanszabadságért, meg egyetemi autonómiáért tüntettünk. És az egy nagyon szép történet volt utána, amit politizáltam egy pártban fél évig. És utána pedig véleményformáló újságíró voltam. Tehát magyarán mindaz, amit most a rendszerváltásról vagy a politikáról mondunk, az az én művem is. Az, hogy ide jutottunk, az az én felelősségem is, azt gondolom. Hogy mint liberális újságíró nem az együttműködést, nem a párbeszédet, nem a valódi vitákat segítettem, hanem nagyon sokszor tabusítottam dolgokat. Hogycsoda? Olyan dolgokat, mint például mi van a politikai elittel, cigánykérdés Magyarországon. Nem emberként néztem rájuk, hanem áldozatként. Ha emberként nézel a másikra, akkor látod az erényeit, a hibáit, a jó és rossz tulajdonságait. Ha áldozatként nézel rá, akkor semmit nem látsz. Csak a feladatot, meg föl tudod mutatni azt, hogy itt van egy probléma, meg kell oldani. Mindenki szeresse őket, és mindenki karolja fel őket. Itt nem lehet problémát megoldani, ezt látjuk. És mivel 20-valahány éven keresztül ez ment, ez volt a rosszul értelmezett politikai korrektségnek a liberális kánonja, ezért egy csomó mindent megoldás sem találtunk meg. Ha én egyszer elnök lennék, mindenkit nagyon szeretnék. A magyarok nem tanulnak meg egymás mellett élni. Lehet, hogy 130-as az IQ-unk, de egymás ellen használjuk. Még a 100-as IQ-jú nem tajemik, finnek, dánok, bárkik, azok egy valamit tanultak meg, hogy össze kell adni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Igen. És a kollektív intelligenciájuk sokkal magasabb, mint a miénk. A miénk iszonyatosan alacsony. Szerintem az én generációmnak, meg az előttünk lévőknek is oda kell állni, és amit én itt pedzegettem, hogy van egy saját felelősséged az elszúrt 22 évben. Szerintem nem megy másképp. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, csináltunk itt ilyet, olyat, amolyat, de most majd összefogunk, mondja Pikó Pandi, alternatív köztársasági elnök, és hogyha együtt tudunk működni, akkor innentől kezdve ez majd működni fog. Nem, meg kell magyarázni, hogy mi történt velünk az elmúlt 22 évben, és el kell mondani azt, hogy kinek mi a felelősségedben. Újságíróként hol hunytam be a szememet, hol tartottam fönn hamis kommunikációt. Ha nincsen benne a gondolkodásunkban, vagy ha nincsen benne a mindennapunkban a tetteinket való felelősségvállalás és a hibáinkért való felelősségvállalás is, akkor soha büdös életben nem fogunk tudni jobban működni. Hogyha végignézed azokat az értékeket, amelyekben normális társadalmak tudnak hinni, akkor azokat mind-mind húzhatod ki a listáról. Ezek nem mi vagyunk, ezek nem mi vagyunk. Mi vagyunk mi, magyarok, hogy szeretjük a gyerekeinket. Akkor erre kell építeni. Ahogy és akkor hát egyrészt kevés van, viszont még mindig az a hitünk, hogy mi az olaszok, meg a nem tudom, mi utána a legcsaládszeretőbb nép vagyunk. Akkor bizonyítsuk be, és akkor csináljunk nekik jó iskolákat. A feladat az maga okítana, megnevelne bennünket. Ehhez rettenetesen fontos az, hogy a politikában legyen egy nagyon nagy változás. Ha már a mi életünk félig-meddig kisiklott, akkor ezt úgy lehet kijavítani, hogy az övékét rendbe rakjuk, hogy ne ez a rendszerváltásos kudarc legyen az ős meghatározó sors történetük. Nem akar majd olyan ember kirám szólni, soha nem, mert palotám kapuját kinyitnám. Palotám kapuját kinyitnám.